A gyönyörű Hawaiion Jeff Hucano egy tetőfedő vállalkozást vezetett Honolulutól északra. 18 éve vette át, amikor az apja nyugdíjba vonult, de elkezdett házakat felújítani és eladni. Az első házfelújításom nagyon stresszes volt, de egyébként nagyon jól sikerült. Mint egy 75-80 ezer dollárral a zsebünkben távoztunk. Jeff elkezdett foglalkozni felújított házak eladásával. Abban az időben csak is magamban bíztam, és egyáltalán nem Istenben. A tizedfizetésben sem igazán hittem, és tudtam, hogy kellene, de soha nem tettem meg. Jeff tapasztalatlan befektető volt, és amikor az ingatlanpiac hullámvölgybe érkezett, Jeff nyakán maradt egy ház. A hetekből hónapok lettek, és a hónapokból pedig majdnem évek. Már úgy voltam vele, hogy mindegy milyen áron csak adjam el. És ezen a házon majdnem több mint 100 ezer dollárt vesztettem. Elkezdett hazajárni ebédelni, hogy spóroljon. Amíg ebédelt, a 700-as klubot nézte. Elkezdtem nézni, és olyan emberekkel láttam interjút, akik elkezdtek tizedet fizetni a jövedelmükből, és kijöttek az adósságaikból. Egy hétbe került, hogy rájöjjek, hogy nem igazán voltam hűséges tizedfizető, és csak magamra gondoltam. Rájöttem, hogy Istent kell első helyre tennem. Jeff elkezdett tizedet fizetni a gyülekezetének, majd elkezdett adakozni havi rendszerességgel a CBN-nek. Az elején nehéz volt, de ahogy néztem a 700-as klubot, úgy éreztem, hogy Istenben kell bíznom. Jeff elmondta, hogy Isten elkezdte megmutatni neki, hogyan alakítsa át az üzletét. Többet adakozott és időben tudta törleszteni az adósságát. A könyvelőm azt mondta nekem az idén, hogy megfejtettem a titkot. Kérdeztem, hogy ezt hogy érti. Azt válaszolta, a tizedeimben. Látja, hogy minden évben több és több tizedet fizetek, és a bevételeim is egyre csak növekszenek. Jeff elmondta, hogy az elmúlt két évben a cégének a nyeresége felülmúlta a legmerészebb álmait. Úgy tűnik, hogy pont akkor láttam a 700-as klubot, amikor szükségem volt rá. Még a legkeményebb időkben is megtanultam Istenben bízni. Isten mindig gondot visel rólam. Bármilyenek legyenek is a körülmények, Isten lesz mindig az első.